japán vagy más néven mandzsudarú fióka kelt ki a Nyíregyházi Állatparkban május utolsó hetében. A mára termetes fiókát a szülőállatok folyamatosan takarták, de most, hogy 5 hetes lett, s szinte szülőnyi nagyságú, már a nagy közönség is megtekintheti. Egy hónap alatt 1 métert nőtt állatparkunk japán darú fiókája. A kicsi 30 nap alatt kelt ki a tojásból, melyet a tenyészpárunk felváltva költött ki, mely monogám pár kapcsolatban él. A kis fióka jelenleg barna torruhával rendelkezik, körülbelül 1,5-2 éves korában lesz majd fehér színezetű a tolla, mint a szülőállatoknak. És bár színezetében eltérő, már táplálkozásban teljesen hasonló életmódot folytat, hiszen már ő is apróbb gerinclenekkel, kisebb gerinces állatokkal, illetve rügyekkel és növényekkel táplálkozik. A japán daru a legnagyobb és az egyik legimpozánsabb darufaj, testhossza 160 cm, míg szárnyfesz távolsága a 2 métert is eléri. Jellegzetessége a homlokon látható élénkvörös minta, amely valójában egy kopasz bőrfelület. Költöző madár a nyarat és a tavasz Szibériában és Mongóliában tölti, míg az őszi és téli időszakot Észak-Kelet-Kínában, Koreában és Japán északi részén. A japán darú élőhelyén a béke és a szerencse jelképe, így évszázadokon át védelem alatt állt, ám napjainkban élőhelyeik megszűnése, a mocsarak lecsapolása és a vadászat miatt egyet száma drasztikusan lecsökkent, a Természetvédelmi Világszövetség adatai alapján kevesebb, mint 1800 egyed él a természetben, így állatkertek fogtak össze megmentésükért. A Nyíregyházi Állatparkban élő tenyészpár igen sikeres, hiszen már több ízben neveltek fel fiókát.